Tisztelettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A téma, ami az egészet összefogja az idei Szabad Egyetemen, Magyarság lelki arca, egy legnehezebb téma. Amikor az ember bármilyen kutatást végez, mindig megtalálja a néprajz területén természetesen, mi az, ami igaz, mi az, ami hamis. Az igazság megismerésére törekedve tapasztalja az ember, hogy a lelki arcot, egy nép jellemét, stb. Nem lehet örökölni. Kodály Zoltán írja egyik munkájában, hogy a népzenét, a muzsikát és a nyelvet nem lehet örökölni. Azt meg kell tanulni. És az ember mitől tanul? Hogy összehasonlítja a maga életét a szomszédokéval, az elődök életét a szomszédok és a saját társadalmának, saját népének a följegyzéseivel, és próbálja megtalálni azt, amire most ebben a pillanatban esetleg szükség van, vagy ebben a pillanatban el lehet mondani. Tehát az első tétel az, hogy egy embernek a jelleme is változik, azt sem örökli az ember. Valamit kaphat a szülőktől, de nem azért, mert genetikusan, mert az ő véréből származik, hanem mert gyermekkorában, talán már az anyai ölben, pólyában tanulja azt a magatartást, azt a, hogy így mondjam, viselkedést, az emberekhez való kapcsolatot, amit az édesanyja ad. Hogyha meg akarjuk változtatni a mi magunk magatartását, sőt, merészen azt merem mondani, történelmünket meg akarjuk változtatni, akkor azt nagyon korán elő kell kezdeni, el kell kezdeni. És nem olyan egyszerű erre a kérdésre választ adni. Mi a magyarság lelki arca most? Akik már hallottak engem, biztos tapasztalni fogják, hogy én egy nótát tudok. Ismételni fogom magamat sok tekintetbe, mert ez érdekel most is legjobban, hogy mi igaz abból, amit rólunk magunk hiszünk, a szomszédok mondanak, és a kettő között hol a valóság. Ez egy nagyon nehéz téma, de hozzá kell tennem, hogy én a mai állapotnak az előzményeit, közvetlen kapcsolatait tudom csak, mert hozzá kell tennem, hogy változott a magyarság lelki arca az elmúlt időben. És nem lehet kiragadni belőle egy-két embert, hogy azt a legfontosabb és legjobb képviselőjének mutassam be a magyarságnak. Mivel ez a téma többször fölmerült már. 1939-ben Szegfű Gyula vezetésével Mi a magyar jelenik meg az első olyan kísérlet, amelyik ezt a kérdést érinti. És aztán 2005-ben megjelent egy másik is, de a szerkesztőnek a nevéből következtetve mindjárt látjuk, hogy ez egy másik oldal. Egy Gerő nevezetű főtörténész írja ezt, és a Habsburg intézet adja ki. És a mi történelmünkben a legnehezebb kérdés megítélni azt, hogy mit jelentettek a Habsburgok a magyar történelemben. El akarok térni a minden szokásos korábbi írásomtól, és megpróbálom egy más kiinduló pontból magyarázatot adni
ezekre a kérdésekre. Megengedik, hogy leüljek egy időbe, kicsit csak többet kellett feküdnem, mint amennyit szerettem volna, és aztán még nem vagyok egészen egész. Egy népnek a karaktere, tehát a jellemvonásai, viselkedésének a módja, az tudományosan is megközelíthető, de megközelíthető a népköltészeten keresztül is. És most a népköltészetet idézőjelbe teszem, mert egy olyan népköltészeti műfajról szólnék, amit eddig nem is tekintettünk annak. Ugye amikor a európai kultúra észreveszi azt, hogy nem csak az írásbeliség a műveltség, hanem van egy szóbeli, egy le nem írt hagyomány is, ez a 18. századra érik meg, és kezdenek akkor ezekről írni. Addig, amit a nép beszélt, azt, ahogy a Anonymus is mondja, hogy nem hallgat ő a csácsogó beszédekre, ha ő tudományt ír, ő csak az írott forrásokra hagyatkozik. De aztán a Kalevala, vagy a Grimm testvérek munkássága, hogy akik a német népköltészetét kezdik gyűjteni, ez a fölismerés átterjed Magyarországra is, és gyűjtik. Először a hősdalokat keresik, mint a Kalevalának, a rokon népnek ugye a nagy költészetét, hogy mi maradt belőle, nem sokat találnak. Akkor a történeti énekeket, a balladákat, a népdalokat, lassan a mesékre is rákerül a sor. Aztán a 19. század végén, a 20. század elején a népzenét is kezdték vizsgálni, később a néptáncot is. És vannak olyan műfajok, amiket csak néhány évtizede fedeztünk fel és írtunk le. Ilyen például, hadd mondjam, a munkadal. Munkadal. Pedig az első feljegyzés a magyar népköltészetről egy munkadalról szól. A Gellért legendában. Gellért legendában olvassuk, hogy amikor beutazik Magyarországra, nem tudom, valahol a délvidéken, ott megszállnak egy éjszaka, és furcsa zengésre ébred föl. Egy nem írja le részletesen, hogy mit hallott, de kiderül, hogy kimegy és látja, hogy egy asszony őrli a búzát, hogy a kenyeret süssön, és hozzá énekel. És azt írja, hogy ez a magyarok szimfóniája. A szimfónia pedig régen más nem azt jelentette, amit most jelent, hanem azt a zeneszerszámot jelentette, ahol egy húr állandóan egy mély hangot ad, és a fölött még egy dallamot játszanak. Mint a dudába is ez van. Ezt nevezik nyenyerének, vagy ugye a magyar népköltészetben alig találtunk ezekre példákat. Ott is egy hang szól, egy állandó ilyen mély bass continuo, mondanák a hivatalos zenészek, és a fölött van egy dallam. Itt a zúgást ezt a malomkőnek az egyenletes hangja adta, és fölötte énekelt. Munkadal volt. És ezeket nem gyűjtötték régen. A 19. században még egyáltalában nincsen. És a 20. században a 40-es években egy békefi elkezdi ezt gyűjteni, és óriási gyűjtemény jön létre, mert kiderül, hogy mindenhez voltak munkadalok. Az óriási gyűjteménynek egy része jelent meg csak eddig, egy ilyen vastag kötet jelent meg, munkadalok az állatokkal kapcsolatban. Tehát az állatok terelése, hívása, kondás, a kanász, a gulyás, stb. Éneke, stb. Ilyen vastag kötet. És még ott a többi, ami többiről. Mindenhez énekeltek. És még később fedezzük fel azt, hogy kellett volna gyűjteni a gyermek játékokat, a gyermek dalokat. Attól, hogy hogyan, mit énekel az édesanyjának, a kis pólyásnak. Hogyan próbálja rábírni arra, hogy utánozza őt.
Mert a nevelés, az legfontosabb része az, hogy úgy viselkedek, azt csinálom, aminek a utánzását én megkövetelném, vagy szeretném elérni a gyermekeimtől. És a Jóisten kegyelméből én mindenhol, mikor ezekre foglalkoztam, meglepő és soha nem tapasztalt, mások által le nem írt események, adatok jöttek elő. Így például a gyerekaltatókról. Moldvába jártam, moldvai csángók közébe, Luisi Kalagarban voltam egy családnál, éppen új évkor. Jöttek a ház alatt, a ház előtt a kántálók, a regélők, különbözőképpen nevezik, Magyarországon is volt ez a szokás, hogy új évkor énekeltek, de mindig a dobokkal, trombitával, dudával és hangos kiáltozásokkal szakadt meg a jó kívánságok. És ott a házban, ahol befogadtak, volt egy fiatal asszony, akinek egy év, másfél év körül kis gyereke volt, aki mindig fölriadt erre a bömbölésre és kiabálásra, hogy a új év éjszakáján. És a föléje hajolt és próbálta csitítani. Aludjál, kumogjál. Vagyis utánozta a gyereket, aki szopásnál kínfelejti a nyelvét, és hogy őt rábírja arra, hogy utánozza őt. És az első gyermekjáték dalokban jóformán értelmetlen szavak vannak, csak szép szavak vannak. A gyerek úgyse értené még, miről van szó, de megtanulja a dallamokat, megtanul hangokat adni, és utána majd lassan népdalokat, egyebeket is megtanulja. De azzal kell kezdeni. És a többi énekeknek is régen minden meg volt a maga helye és ideje. A mai ember az a kultúrán azt érti, bocsánat, ha valakit ezzel megsértek, ha van elég pénzem, akkor elmegyek egy hangversenyre, megnézek egy múzeumot. Igaz, hogy most már meg előveszem a kutyút és nézem a okos telefonon a dolgot. De minden esetre a művészet az a művészeké. A zeneszerzőjé, a költőjé, a zenészé, a színészé, mi előadja nekem, én csak nézem. A népköltészetben nincsenek hivatásos művészek, színészek, költők, stb. Mindenki költő, mindenki színész, mindenki énekes, mindenki valamilyen formában a művészet alkotója. És ez egy nagyon fontos része az emberi életnek. Mert a művészet ugyan utánzással kezdődik, hadd jegyezzek meg egy döbbenetes élményt, beszéltem olyanokra, akik meglátogattak egy gyermekotthont, ahol állami gondozott gyerekek voltak is. Hogy az a csodálkozásuk, hogy a avodába mennek, hogy mosolyognak a gyerekek, ezeknek nem nincsenek mosolya. Mert ne állandóan nem hajol föléjük az édesanyja és mosolyog. És amikor a Bukovinából ide került Moldvába, Moldvából, és ott csatlakoztak hozzájuk. Bukovinákat átszelepítették, ugye a Bácskában, amikor az visszakerült a háború alatt, onnan menekülniük kellett, ide Szekszárd környékére, tehát Tolna megyébe, Baranyába kerültek ezek a bukovinaiak. Ezeknél még élő volt ez a népköltészet. És egy esetet hadd említsek, egy izményi asszony, aki csodálatos szőtteseket tudott szőni, mintásokat fotóztam, múzeumnak gyűjtöttem, és énekeket is mondott, és beszélt az otthoni életéről. Egyszer megkérdeztem tőle, mert a másik faluban egy három árváról szóló balladát hallottam. Benne van a tankönyvekben is, vagy benne volt régebben. Három árva találkozik Szűz Máriával is. Beszélnek. És megkérdezem, hogy hát ezt a keserves éneket, mert a balada szó az egy mesterséges szó, ugye, ami nem volt a nép ajka, hogy ezt a három árváról szóló keserves éneket tudja-e?
Rám néz, azt mondja, ismerem. Hát akkor azt is az én magnetofonomba énekelje bele. Nem vagyok ura. Mondja, nem bírom. Miért nem? Mert én nem voltam árva. És attól kezdve mindenhol, ahol jártam, következetesen próbáltam, akár népdalt hallottam, akár ilyen balladát, akár mesét. Végül azt is megkérdeztem, kitől tanulta, miért, mikor, kinek mondta el, hogyan. A művészet az nem a szabadidő eltöltésének egy magas színvonalú módja. A művészet az alapszükséglete az embernek. Mert a művészettel leszek tagja egy közösségnek, a művészettel közlöm a szeretetemet mással, és kapom vissza a szeretetet. A művészet nélkül egyedül maradok, és beteg leszek. És itt találkozik a művészettudomány, vagy a néprajz az orvostudománnyal. Kopp Máriának van egy kötete, a magyar lelki állapot. És abban európai statisztikákkal mutatja ki, hogy magyarok a legbetegebbek Európában, vagy azok minden olyan dolgok, amiben mondjuk a számadatok vannak a népességhez viszonyítva, vannak szív-érrendszeri betegségek, tüdővel kapcsolatos betegségek, rákos megbetegedések, depressziós betegségek. Van, ahol az európai átlagnak a duplája van Magyarországon. És aztán hát nem akarom az egy könyvet elmondani, nehéz is lenne, de a végső megállapítás az, hogy ez az állapot, ennek nem egy öröklődő betegség, nem egy rossz levegő vagy táplálkozás az oka, hanem a magyaroknak az emberi kapcsolatai egymáshoz rosszabbak, silányak, ahhoz képest, amit Európa többi részén még tapasztalunk. És az emberi kapcsolatok silányossága miatt leszünk fizikailag is betegek. És hát más adatokat is hoz, hogy majdnem minden második házasság fölbomlik, az öngyilkosok számában nem egyszer vezetünk Európában. Mi ennek az oka? Itt vagyunk. Ez lelki alkat kérdése, lelki állapot kérdése. Nem egy öröklött dolog, nem egy állandó dolog, mert volt Magyarország már ma fogy. De volt, amikor benépesítette ezt a Kárpát-medencét. És fogy. Nem a háborúkban fogytunk el, a születéskorlátozásokkal. És azok miért voltak? Mert valami a társadalmi kapcsolatokban valami baj történt. A társadalmi kapcsolatoknak rangsora van az emberi kapcsolatoknak. Először az anya és a gyermek, akkor a gyermekek egymás között, a család, korosztályban az ifjúság, párválasztás idejében legények és lányok kapcsolata, szomszédság, munkahely, ezek mind emberi kapcsolatok, amire szükség van, és szükség van a legmagasabbra, ami még kapcsolatnak nevezhető, egy nemzethez való tartozás tudata is. Csak egy példát hadd hozzak erre is. Amerikaiak vizsgálták a II. Világháború után Japánból Amerikába költözött és ott letelepedett japánokat. Hát több ezer. És két csoportra lehet osztani őket. Az egyik csoport az zseniálisan kapcsolódott, át tudott állni az amerikai stílusra. Amerikai nőt vett feleségül, csak amerikusul beszélt a gyerekeivel, ha voltak. Megszakította a kapcsolatot a rokonsággal is. Sikeresek voltak. Sokkal sikeresebbek, mint az átlag amerikai. És volt egy másik csoport is, akik gyerekeikkel japánul beszéltek, csak japán nőt vettek el feleségül, és olyan munkahelyet kerestek, ahol
kapcsolatukat tudott építeni hozzá hasonló emberekkel. Minden tekintetben összehasonlítva ezt a két csoportot, ez a másik, amelyik ragaszkodott és nem ért el olyan nagy társadalmi rangot és sikert, azok 5-10 évvel tovább éltek, mint azok, akik sikeres emberek voltak, és amerikaiabbak lettek az amerikaiaknál. A nemzethez való tartozás tehát hatással van az ember egyéni életére is. És akkor döbbenetesen rátaláltam ennek a magyar párhuzamára, Kis Géza Ormánságról írt munkájára. Ormánság fogyó lakossága valaha a legéleterősebb volt Magyarországon. Amikor Lipót császár és magyar király elzálogosítja a jászkunságot a német lovagrendnek, akkor összeírják a jászkunságban lévő mezővárosok lakóit. Családonként mindenkit külön fölírnak. És még akkor is, 1690-ben van olyan mezőváros, például Kunszentmiklós, ahol 20% fölött volt azoknak a lakosoknak a száma, aki azt mondja, nem itt született, hanem hol? Hát Baranyában, Ormánságban, Délsomogyban, Drávaszögben. Pedig nem akkor kezdtek ide jönni, hanem már korábban is, utána pedig ez a terület nem, hogy emberfölöslege lett volna, ami fönntartotta a mezővárosokat, hanem az lett a iskola példája az egykézésnek, a magyar önkiírtásnak, öngyilkosságnak. Ugye? Miért? Mert megszakadt a természethez való kapcsolatán túl az emberekkel való kapcsolata, és ennek függvénye a természettel való kapcsolat. És erről a témáról szeretnék most majd beszélni. Hogy az embernek az egymáshoz való kapcsolatától függ az embernek a kapcsolata a természettel is. És a kettő kapcsolatából alakul ki, illetve hat vissza, és együtt alakul az Istennel való kapcsolat. Ha az egyik megromlik, a többi is megromlik. A magyar történelem pedig ezt eltagadja. A magyar történelem nem a többség, a népnek a történelme, amit tanulunk 400 év óta, hanem a rendi nemzetnek a története, aki kisajátította a nemzetfogalmát, és a nép többségét, még a középkorban, sőt a 18. század végéig, 19. század elejéig is, a lakosságnak több mint 80%-át adta. A városi lakosság elszakad a népességtől, a természettől. De elszakad benne az emberi kapcsolatot is. A városi lakosság nem szaporodik. Már a középkorban nem szaporodott. Miért kellett akkor a jászkunságot betelepíteni? Az ottani mezővárosok már nincsenek kapcsolatban sem a természettel, sem egymással úgy, mint egy paraszt faluban régen. Ugyanis ez is hiányzik a történelemből, pedig följegyzések vannak, és régészeti bizonyítékok. Az Alföld nem volt steppe, nem volt ilyen kiszáradt, füves pusztaság. Az tele volt halastavakkal és falvakkal. Egy-egy mezőváros, mint például Debrecen, 30 egykori falunak a határát kebelezte magába, mert azok a falvak megszűntek. Miért szűntek meg? Nem a tatár, nem a török pusztította el, hanem kialakul a magyar országnak, a vezetőinek a kapcsolata Európával. És a legkeresettebb áruvá válik a marha. És a földes urak nem tizedet kérnek most már a jobbágyoktól, hogy adjon tizedet a mézből, az árpából, a búzából, stb. Hanem valami olyasmit szeretne, amit nagy tömegbe el tud adni, pénzt kap érte, és akkor megvásárolja az olasz sejmet, meg a fegyvereket külföldön. Neki készpénz kell.
az jobbágyoktól meghajtott tizedet nem tudja ő össze úgy szedni, hogy nem kereskedő, hogy most az különböző helyeken árulja a piacon, stb. Marhák kellenek, és aznak legelő kell. És egymás ellen hadat viselnek az urak. 13. század, ez a tatárjárás előtti idő. Negyedik Béla az, aki fölismeri, hogy ez romlásba viszi az egész országot. Megpróbál rendet teremteni. Az egymással hadat viselő, legelőkért hadat viselő, és egymás falvait pusztító királyok között, ezért szembe kerül ez a leggazdagabb és leghatalmasabb réteggel. És mikor híre jön, hogy jönnek a tatárok, akkor egy dalmáciai papa képpen, akkor itt van Magyarországon, azt írja, a magyar urak várják a tatárokat, hogy üssön negyedik Béla fejére, aki rendet akar közöttük teremteni. És mikor a véres kardot körülhordozzák, nem csatlakoznak, nem mennek el. Sőt, meghívják az osztrák herceget és megölik Kötönyt, a kun fejedelmet, aki ide menekült a tatárokkal szemben csatát vesztett kunnyaival, és leghűségesebb hívei lesznek negyedik Bélának. De rátörnek a budai lakására, a családjával együtt kiírtják. Akkor azok is elmenekülnek, kimennek az országból. Ha csak a kun katonák ott lettek volna Muhinál, ahol a gyors lovasság bekerítette a magyarságot, és hát így jött létre az a első nagy veresége az országnak. Benn van ez a történelem könyvekben? Hát még ez magyarázza meg a Muhi ütökezetnek a végét. Nem az, hogy majd a későbbekben sokszor előjön, hogy milyen igazságtalan a sorsfekünk. Népek Krisztusa, hogy ártatlanok vagyunk, és mindenki minket írt. Miért tagadnánk el? Hogyha eltagadunk egy bűnt, azzal meg nem előzzük meg a következő bűn elkövetését. A történelemnek nem az a feladata, hogy elszórakoztasson minket. A történelem akkor teljesíti a hivatását, ha kíméletlenül rámutat a bűneinkre, és dicséri a hősöket. Mint ahogy Albániában tapasztaltam, ott minden ünnepség, ott épp ez a falunak a bucsúja volt, vagy lakodalom van, vagy ilyesmi, az utcáról is behívják a vendégeket. Mint a régi magyar falvakban is, akár keresztelő volt, akár lakodalom, akár halottitor, illett az ott élő legszegényebbeket megvendégelni. És ott is engem behívtak, és fölragyogott az arcuk, megtudtak, hogy magyar vagyok. És a lakoma után ottan két fiatalember összeült, elkezdett énekelni. És kérdezem, mit énekelnek? Hát a hősökről énekelnek. A németek ellen harcoló partizánról éppen úgy énekeltek, mint Skander Bégről, aki Hunyad Jánosnak volt a kortársa, és harcolt a törökök ellen. És amikor befejezték, akkor mindenki kiabált, és mellettem egy asszony többször ugyanazt elkérdezett, és nem tudtam még jól albánul, nagyon nehéz nyelv az is. Mit mond? Nem értem, mit mond. Ja, azt mondja, hogy áldottak azok a csecsek, akik ilyen ajkat tudtak szoptatni, mármint az énekesnek. Ez előkerül a Bibliából is ez a kép. Miről szólt? A történelmükről szólt. A történelemnek, és ez lehet, hogy nagyon túlzásnak hangzik, de megértik be, hogy mit akarok ezzel mondani. Ha egy történelem óra után a hallgatók nem ugranak föl, és nem dicsérik, és éljenzik meg a tanárt, mert kíméletlenül rámutatott a hibákra, és meg bemutatta a hősöket, akkor minek hallgatják az órát? És ugyanolyan fontos, hogy már itt tartunk, a művészeti nevelés. Mert a művészet az az eszköz, amivel kapcsolatot teremtek. Kapcsolatot a történelemmel, az ország, a néppel való kapcsolatot, a művészetekkel, a közelebbi kapcsolatot, anyával, testvérekkel, kortársakkal, és így tovább.
kialakul egy etika a nép körében, egy erkölcs, ami nincs szabályszerűen leírva, mint egy törvénykönyv, de tulajdonképpen megfogalmazza a dalaiban, a balladákban, és így tovább. Az emberi kapcsolatoknak rangsora van. A legelső anya és a gyermek kapcsolata, ugye? De van egy idő, amikor ennél fontosabb is jön. A Bibliában is benne van. Mikor egy férfi és egy nő új családot alapít, ott hagyják apjukat, anyjukat. Ma is nagyon sok szükséglete van a mai embernek. Ha nem tartunk rangot, akkor elbukunk. Ha az emberi kapcsolat, az együtt éneklés nem fontos, mert kütyümmel játszok, vagy pedig még tovább dolgozok, hogy egy autót vegyek, az is szükséglet ma már. Ezek a szükségletek lehetetlenné teszik az alapvető emberi szükségletek kielégítését, akkor beteg leszek. Akkor az a társadalom el fog tűnni. Az Alföldön kialakult, falvak helyén kialakult mezővárosok már nem a természettel küzdenek, hanem kiszolgálják az urakat, hajcsárok, kovácsok, stb. És egy nemzetközi kongresszuson, urbanisztikai kongresszuson hallottam egy előadást a biofíliáról, és ott azt mondták, hogy az emberiség különösen most Európáról van szó, egyre kevesebb embernek van kapcsolata a természettel. Nem teljesen pótolja ezt a kapcsolat hiányát az, hogy parkokat létesítek, hogy nyaralni megyek, hogy virággal köszöntöm a másikat. Mert ez olyan esetleges, nem kötelező. Ma Európa lakosságának alig 10-15%-a foglalkozik a Földdel. És most a migráns kérdés napirenden van. Hát nincs fiatalság. Nem tud életerősen. Mint ahogy már akkor, a 13. században, mikor elpusztítják az Alföldet fedő kerteket, halastavakat és a többit, akkor megszakad ez a kapcsolat. És amikor Mária Terézia idejében, akit ugye dicsérünk, elveszik a ormánságiaktól a vizeket, az erdőket, azt szerint Mária Terézia egyik törvénye, az a urbárium törvényében az van, hogy csak a megművelt, jobbágy telekre kiszakított föld arányában lehetnek a paraszt falvaknak osztatlanul más területei, mint erdő, patak, árterület, rét, és így tovább. Az ormánságiak nem abból éltek, hogy földet műveltek, az még a saját kenyerüknek is alig volt elég az ormányok tetején lévő szántóföld. De az árterületben rengeteg gyümölcsöt termettek, rengeteg halat fogtak. És téli időben minden takarmányozás nélkül óriási állatállomány vészelte át a telet. És ezért volt az a magyar kultúrának a központja. Hát a reformáció legnagyobb író és stb. Szegedi Kis Istvántól kezdve Karicsáig stb. Itt élnek. Itt működnek. Költők, írók és így tovább. És akkor elszakad szét a kabzsi földműves osztálynak a húsugallatára, vagy azt kiegelítően megszülető Mária Terézia törvények lehetővé teszik, hogy most már törvényesen, mert azért már törvénytelenül is már próbálták elvenni, és sok helyen el is vették. Például a festeticsek a csurgói uradalmában, amikor az erdőből ki akarja űzni festetics a jobbágyokat, akik ott szőlőt, gyümölcsöt termeltek, állatot tartottak, méhészkedtek, stb. Ellenállnak. Neki pallós joga van, vezetőket kivégezi.
mikor erről beszélünk, akkor azt mondják, persze, hogy divat most szidni a nagy birtokosokat. De ezek tények, ezeket nem én találtam ki. És az Alföldnek az a pusztulása, ugye az állattenyésztésnek a előmozdítása érdekében ez a népnek a pusztulásával járt. Ormányságba elveszítik, egykézű lesz. Az emberi kapcsolatok összefüggnek az természettel való kapcsolattal is. Ezek fölött mind ott vannak az isteni törvények. A magyarságról, a magyarság lelki alkatáról beszélve, be kell látnunk azt, hogy a szükségletek kielégítésének a mértéke és rangsorának változása tökéletesen megmagyarázza az egész magyar történelmet, amit egyoldalúan tanulunk most. Az úgynevezett árutermelő gazdag rétegnek a szemüvegén keresztül ítéljük meg a parasztságot, és nevezték még a 19. században is elmaradott buta parasztnak. De a legépebb elmélyű magyar urak is, Széchenyi és Berzsenyi is föl van háborodva azon, hogy mennyire megszakad a kapcsolat a földesúr és a jobbágy között, mennyire semmibe veszik a jobbágyságot. És én aztán a legtöbb időmet a kutatásokban a régi paraszti gazdálkodásra is fordítottam. És kirajzolódott egy úgynevezett ártéri gazdálkodás. Az ártéri gazdálkodás, amelyik nem meg akarja akadályozni az árvizet, hanem ki akarja használni ezt a természetes ajándékot. Mert az Alföldön a csapadék mennyiség nem elég az ottani kultúráknak. Hát ma is kiszáradóban van. És mégis, mikor jön a tavaszi esőzések, hóolvadás, stb., árvíz veszély van. Az árvíz veszélyt most úgy próbáljuk elkerülni, hogy egyre magasabbra rakjuk a gátakat, és a belvizeket már csak pumpákkal lehet beemelni a folyó medrébe. Ez rengeteg pénzbe kerül. És az, ahol a belvizek eluralkodtak, ott már a termés is tönkre ment. A víz nem árad ki, mégis pusztul. És nyáron pedig, amikor már jobb csapadék nincsen, egyre mélyebbre vágódott a lerövidített Tiszának a völgye, egyre csökken a talajvíz, egyre nagyobb területek várnak pusztává a legrosszabb értelembe. Amit öntözéssel lehetne csak egy kicsit fönntartani. Ugye? Ezt a kultúrát nem méltányolta a leggazdagabb, az államot kisajátító rendi Magyarország. Neki áru termelés kellett, és nem törődött azzal, hogy tönkretette vele az országot, a földet, és a nagyüzemi gazdálkodásban ma is a föld is tönkre megy, élelmiszernek a minősége csökken, és a falvak elmélyedtek. Igen, és tanulhatnunk a történelemből, de ahhoz föl kell tárni az igazságot. Nem támadásnak, hanem tanácsként és meggyőződésként kell képviselnünk az igazságot. Visszatérve az Alföld és a többi területeknek a pusztulására, Mária Terézia idejében történik ez a nagy kiebrudalása a nép többségének a nem pontosan szántóföldi művelésre használt területekről. Tehát az erdőkből, árterekből, rétegből. Az úgynevezett allodiális föld az a majorsági gazdálkodás, amit a földes úr nem osztott fel a jobbágyainak, jobbágytelkekre, hogy abból tizedet kapjon, hanem amit ő víveltett meg a robotban, illetve később a nincstelen cselédekkel. Ez a tulajdonképpen, ezt nevezték majorsági gazdálkodásnak. 1720-as évek körül, tehát Mária Terézia előtt még jóval, egy nagyon részletes fölmérés történt Magyarországon. Az összes szántónak az 5%-a már alodiális, majorsági kezelésben volt.
megszületik az 1767-es Mária Terézia fél rendezés, amit a történelem úgy említ, hogy a nagyszerű Mária Terézia a jobbátság mellé állt. Sok helyen lázadáshoz vezet, erőszakhoz, mint a festeticseknél, 1749-ben történik ez a kivégzés. Már Mária Terézia után, de ennek a törvénynek a érvényesítése elhúzódik, de 1790-ben már II. József idejében egy új fölmérés keletkezik, és van olyan megye, ahol az allódiázis föld, a majorsági földteret, ami már nem a jobbágyok kezén van, hanem kizárólag a földesúr műveli, elérje a 30-40%-ot. Ez Európa egyik legtorzabb birtokaránya, és ez nem változik 1945-ig. Ez egy olyan gazdálkodás volt, amit nem írtak le. Én nekiálltam levéltárakban, emlékanyagban, stb. Utána nézni. Ez egy csodálatos, nagy tudású gazdálkodás volt. Mert mit csináltak? Együtt működtek a természettel. Mikor jött az árvíz, akkor nem megakadályozták a kiöntését, hanem kis csatornákkal, fokokkal, néha több kilométer hosszú csatornákkal szétvezették a minden elárasztható területre. Ezáltal az nem lehetett magas, mert szétterült, és nem volt ottan hónapokig. Pár hét alatt visszavonult, ugyanazokon a mesterséges csatornákon. Ez megtermékenyítette a gyümölcserdőket, elpusztította szinte a permetezésnek a funkcióját se látta. Halastavakban óriási szaporulat volt, hiszen a csekély meleg vízben éppen a télen ott teleltetett állatok ganéjának a segítségével sokkal gyorsabb volt az a biológiai lánc, amit a halaknak a táplálására szükséges volt. Tehát rengeteg hal volt. Középkorban Magyarországon járok, ez egy eldorádó, ez egy paradicsom. Itt egy folyó áll két rész vízből és egy rész halból. És nem csak a folyók mellett, itt, ezekben a dombvidékeken, a völgységben, de itt Baranyának az északi részén is. Még helynevekben ma is megvan olyan halastavaknak az emléke, amik most kerülnek elő, hogy a falvak közti réteket, legelőket, most fölszántják, mert nincs annyi állat, hogy ott legeltesse, és előkerülnek a háló nehezékek, amivel a hálón lehúzták, hogy mikor kihalásszák a halastavat, ugye a halat meg tudják fogni. És most, amikor felszántották, egy görei tanár kiment, és megnézte a friss szántást, és ilyen figurákat vett észre, halat, békát, stb. Agyagból égetett. És rájött arra, hogy ezek háló nehezékek. Ugye a követ nehéz átfúrni, de valamivel le kell húzni a hálót, hogy leérjen a tó fenekére a kivetett nagy háló. És ezeket kiégetve csinálták, és nyilván elszakadt egy háló, elrohadt, stb. Nem a marok szám szedte össze. Tehát századokon keresztül halastavak voltak ezekben a völgyekben, ahol az ember emlékezet óta már nincsen. Mert a török időkben ugye ez rengeteg munkát is jelentett, tehát állandóan a csatornákat újítani kellett, irányítani, stb. Hát a török háborúkban ez visszaszorult, és utána pedig jött a vízrendezések, amiben azért rendezték a vizet, hogy nagyobb területen lehessen elvenni a közösen használt területeket, és azokat fölszántani, mint allódiális, mint majorsági földet. A földesurak érdeke volt a vízrendezés. És a falvak tönkrementek, és ott buzát termelnek. Egy darabig még ment ez, mert most már alig hozza azt, amit régebben vártak tőle. De a régi ártéri gazdálkodásban mázsaszám volt gyümölcse egy gazdának. Nagy mennyiségű állatot teleltetett minden takarmánykészítés nélkül az ártérben. Halászott, amivel nem csak saját magát látta rászárítva, messze földre el is juttatta, mint ahogy gyümölcsöt is exportálhatták. Méhészkedett, és az ormok tetején volt a
konyha, kert vagy kertészkedés. Nem véletlen, hogy az összes híres paprika termő területek mind árterületeken lévő falvakban, Bogyiszlón, Tápén, Cecén, stb. Alakult ki. Tehát egy olyan gazdálkodás folyt, ami az ottan, ha mindentől megvédjük, és nincs árvízveszély, nem kell belvezetőket levezetni, termelésre használnánk búzára, jó búzatermés egy ötödét sem éri el annak az értéknek, amit az árterületen a régiek előállították. És azóta Ázsia területén több helyen is, 5 vagy 6 helyen is azóta kutatások, ugyanezt megtaláltam. Néha több 10 kilométeren keresztül a föld alatt vezették csöveken a szántóföldekig, ahol kertészkedtek. Azt a vizet, ami a hegyekből lejött. Már Anonymus, illetve ne a magyarokat 1240 előtt megtaláló Julianus barát látják, így megbutultam már. Leírja, hogy a magyaroknak, és ezt megerősi még korábbi Gardizi, Ibn Fadlán, perzsai és arab történészek és földrajzosok leírják ezt a földet, magyarokat emlegetnek ottan, és azt írják, hogy ez a föld vizes, tele van halas tavakkal, télre a folyók mellé húzódnak, és bőséges termésük van. És ezen a területen még annyi csapadék sincs, mint az Alföldön. Az Alföldön 600 milliméter. Ott nem éri el a 400-at. És a földjük tele van halas tavakkal. Ott is tönkrement. Kambodzsában is tönkrement. A Taklamakánban tönkrement. A Tarim-medencében is tönkrement. Mindenhol, aki erős volt, árut akar termelni. Az egyféle dolog. Nem sokoldalúan kihasználni a természettel való együttműködést, hanem valamit, amit el lehet adni, el lehet vinni. Hát régen pedig más nem lehetett, mint a saját lábán kihajtani a marhákat, amiről tudjuk, hogy egészen Normandiáig, az Lavans csatornáig vitték a magyar szürke marhákat. És ünnepek voltak, mikor a magyar marha megérkezett. És itten elpusztultak a falvak. És tulajdonképpen, ha megpróbáljuk a mai helyzetet és a jövőbe gondolni, akkor azt kell mondanom, erre is, még sok minden másra is, erről nem akarok most beszélni. Ha nem térünk vissza a hagyományban bevált földművelési módszerekhez, vízgazdálkodáshoz, akkor az Alföld is sivataggá válik és lakatlan. Afelé megyünk. Egész világon. Mert akik diktálnak, azoknak árut kermelés kell. Most viszont megint a témához visszakanyarodva, van egy olyan műfaj, amit mind a máig még mindig nem tekintik népköltési műfajnak, és mégis óriási értékei vannak. A vicc. Amivel megoldjuk a kényes problémákat. Kimondjuk azt, amit különben nem lehetne kimondani. És ez van nemzetközi is, mint ahogy a népköltészetben is vannak témák, amik nemzetköziek. Én 2 nemzetközi viccről fogok beszélni, amiben bemutatom a magyar lelki alkatot, amelyik hogyan változott, és mi tükröződött ebből a környezetünkbe. Hát több munka foglalkozik azzal, hogy mit írnak a magyarokról, a magyarok megjelenésétől kezdve máig. Iszonyatos hazugságok. Csak annyit hadd említsek, hogy amikor Szirültés Metódot a pápa Kelet-Európa védszentjévé deklarálta 30 évvel, 40 évvel ezelőtt, akkor egy Veszeli nevezetű történész erről a korról, Szirültés Metód koráról azt írja, egy eredményes, nagy keresztény terjedést akadályoztak meg a magyarok, akik betörtek ide. Ez egy nomád nép, ami mindenkit legyilkolt maga előtt, asszonyokat és gyerekeket nem kímélve.
És ezt, ez a Freisingi püspök is ezt írja már honfoglal magyarokról, hogy rossz arcúak, vicsorjak, mi kegyetlenek, semmit se tisztelnek. Jó, jó, hát ezek mind ellenséges oldalról jönnek. 1996-ban megjelent a Magyarok krónikája. A Magyar Tudományos Akadémia adta ki, már a úgynevezett rendszerváltás után. Mit ír a honfoglalókról? A többi nomád éphez hasonlóan semmi, ami a letelepült életmóddal kapcsolatos, semmi értékű. Harcolnak, harcokban nem kímélnek se asszonyt, se gyereket. Nem művelnek földet, rabolnak. És generációk telnek el, amíg az görbe lábuk, amivel lovagoltak, kiegyenesednek az eke utáni járásban. Ezt magunkról írjuk. És már több ilyen gyűjtemény alakult az elmúlt évtizedekben, míg összegyűjtötték, hogy mit írnak az angol, francia, máig is állandóan frissített, világképet bemutató történelemkönyvek a magyarokról. És miért nem a többiekről írnak ilyeneket? Meg van szervezve. Ha megjelent egy olyan magyar könyv, amelyik helyre akart igazítani valamit, volt erre pénz a többi országokban, fölvásárolták ezeket a könyveket, és megsemmisítették. És most, ha valaki Magyarországgal érdeklődik, akkor azt tudja meg, hogy egy nomád, vad, nyers nép volt, akit nehéz volt megszelídíteni, és a többi, és a többi. De 1956-ról is még akik elmenekültek innen, visszatekintve, nem az igazságot írják meg. De erről nem akarok most beszélni. De arról igen, hogy a magyar népnek ez egyik olyan sajátsága, ami a nagyon változó és nagyon véres történelem során mindenhol föltűnést keltett, az az egyéni szabadságérzés és mérséklet, nem lehetett fanatizálni a magyarokat. Nem lehetett ott az ember talán éjszakát rendezni, és nem kültözni. Egy pár dolgot majd erről majd elmondok a viccel kapcsolatban. Mert egy két olyan viccet mondok, nemzetközi viccet, ami teli találat. Nem akarok senkit se sérteni a szomszédok körül. De mindenhol meg lehet magyarázni, hogy miért alakult ez ki. Hát az egyik ez, hogy mi egy, mi kettő, mi három. Angoloknál, németeknél, franciáknál, magyaroknál, oroszoknál és tovább. Mi egy angol? Hát ez egy mister. Két angol, az egy klub. Három angol, új, a gyarmat. Ez hogy keletkezett ez a vicc? Mert az angolok a világ minden részén gyarmatokat alapítottak. Mi egy francia? Hány monsieur? Két francia, az egy szerelmes pár. Három francia, az egy házas pár. Mi egy német? Egy német, az egy herr. Két német, az egy többszólamú dalárda. Három német, az egy új világháború. Mi egy orosz? Hát ez egy továris. Két orosz, az egy brigád. Három orosz? Ali Baba és a Nebrano. Mi egy magyar? Nem lehet tudni. Lehet úr is, meg lehet paraszt is. Sehol Európában ilyen nagy szakadék gazdasági téren a nagybirtokoknak ilyen kiterjedése után ilyen megvetett állapotban sehol se kerültek. Ők is polgárosodtak, és azért 1945-ben, amikor itt földbirtok reform volt, abban az időben már csak Magyarországon volt ilyen sok nagybirtok. Tehát a magyar nem tudjuk, hogy az magyar-e vagy paraszt. Mert a parasztot Verbőci kizárta a magyar nemzetből. A magyar nemzet a honfoglalók utódai, azok pedig a nemesek. A jobbágyok az itt talált, meghódított, rabszolgává tett különböző népeknek a utódaiket Kálmán király idejében a rabszolgaságból jobbágyságra emeltek. Megtagadták az költözés, a tulajdonlás jogát, és így tovább, és így tovább.
És ezekben is még volt az ősi kapcsolatrendszerből, mert egymás után ugye miért veszítettük el Muhit? Mohácsról mindenki tudja, hogy előtte ott volt a Dózsa-féle felkelés, amiről megint a hazugságokat olvasunk csak. A földes urak oldaláról világítjuk meg azt a lelkes sereget, amely már ment a török ellen, csak már nem engedtek hozzájuk csatlakozni újabbakat. Nem elzárták az élelmezésüket, ők rákényszerültek arra, hogy az urakságoknak a magtáraiból szedjenek kenyeret. És a Hájszentlőrincen az őket kísérő asszonyokat, akik főztek nekik, meg stb. Stilamics nevezető szerb despotával porig zsombolják és legyilkolják. És utána kezdenek tárgyalni, tárgyalásra hívják Dózsát, lefogják és megégetik. Állítólag korabeliek szerint 40-50-70 ezer magyart végeztek akkor ki. Szerémi akkor él ott, de nem hiszünk nekik. Csak Mohácsnál csak 20 ezer magyar halt meg. Ott lett volna az a 70 ezer, amit pár évvel korábban kiírtottak, nem kétséges, hogy ki győzött volna. És így tovább mehetünk. Magyar paraszt. A legnagyobb győzelme a magyarságnak már megosztottságában a Nándorfehérvári győzelem. És kik győzték akkor? Hunyadi János parasztjai. Nem is tudta fölfegyverezni őket, kapával, kaszával mentek. A fele ott maradt, de megverték a világ legnagyobb akkori hadseregét, II. Mohamed hadseregét, 1456, amelyik nem Magyarországot akarta elfoglalni, hanem egész Európát. És az sincs benne a történelemkönyvben, hogy a törökök oldalán voltak francia és német zsoldos tüzérek. Tessék, keresztény összefogás Európa védelmébe. A vicc tovább. Egy magyar ugye, te nem tudjuk az mit. Két magyar, három párt. Ebben az is benne van, nem lehet két ember három pártba, csak úgy, hogyha az egyik pártyasztatja az egyik pártját, a másikat is. Hát a magyar parasztság a Rerum Novarum pápai enciklika szerint keresztény szocialista pártot akart alakítani, sürgetni egy igazságosabb földreform felé. Hamar megalakítják a gazdag urak álságosan katolikus népszövetség nevezik, és kijelentik, hogy aki földreformot kíván, az ateista, az nem híve az egyháznak. És nem volt olyan párt akkor, aki helytállt volna a magyarságért, mert ezeket megsemmisítve, bebörtönözve, és így tovább, két párt volt későbbiekben, és akkor is már alakulóban, amelyik a földreformot követelte legalábbis, a kommunista és a nyilas párt. És hány nyilasból lett nagy kommunista? Így érthető. Micsoda igazság? Két magyar, három párt? Három magyar. Olyan nincs. Az egyik sváb, a másik cigány, a harmadik rác. Most nevetünk rajta. De ebbe az is benne van, hogy Magyarország a középkorban, nem, kezd még korábban, Szent István idejében. Mit ír az Intelmekben? Gyenge elsősendő az az ország, amely egy nyelvű, egy szokású. Ezt talán úgy lehetne kiegészíteni, hogy megértsük, aki arra törekszik, hogy az ország egy nyelvű, egy szokású legyen. 1096-ban volt az első keresztény zsinat Magyarországon, országos keresztény zsinat, ahol határozatot hoznak, hogy minden templomban úgy kell imádkozni, és hangosan az evangéliumot hirdetni, amilyen nyelven a templomban ülők értenek. Van olyan európai kultúrállam, akit ezzel 600 évvel megelőztünk. És aztán később, hogy a Tordai Országgyűlés, ami a világon először mondja ki a vallásszabadságot, 1569.
És sorolhatnám tovább, hát az egyetlen keresztény ország Európában, ahol a mohamedánoknak, zsidóknak szabad vallás gyakorlatuk volt, még az Árpád-házi királyok alatt. Az egyetlen ország, ahol a beteleplő cigányokat nem mondták Vogelfreinak, német kifejezésre, mindenki ott ölhette meg, ahol akarta. Európában, Németországban, Angliában és így tovább. És Rákóczi Ferenc láthatóan a vallás szabadság értelmében is küzdeni akar a Habsburgok ellen. A törvénye mondja, minden faluban azé a templom, akik többségben vannak és hallgatják a predikátor vagy lelkészt. De a kisebbségben maradottak új templomának vagy imázának a készítéséhez hozzájuk kell járulni. Nincs ilyen Európában több. És a leghírségesebb hívei közé tartoztak a ruszinok, a kárpátaljai ukránok. Nem is tudtak magyarul, de magyarnak tartották magukat. De többiek is, amíg el nem kezdik lázítani őket a magyarság ellen. A 13 aradi vértanul közül 4 vagy 5 nem magyar anyanyelvi volt. Szerb, német, osztrák, horvát és örmény. Még volt vonzó ereje ennek a lelkületnek, ami Hunyadi Jánost Nándorfehérvárnál győzelemre vitte. A magyarság igazság szerető, és a pártokra való szokadás nem csak ezzel a gúnyos későbbi eltélő szemmel kell nézni, hanem azt, hogy törekszik arra, hogy az igazságért valamit tegyen. Lehet, hogy ezen az úton, lehet, azon az úton. Két világhatalma között vagyunk. Az egyik erre, a másik arra kereste a boldogulást. Mi azt a Habsburg részt ismerjük el, hogy azok védenek minket. De nem írunk arra, hogy 1600-as évek közepén Habsburgház kiegyezik a törökkel, és a magyarok, akik harcolni akarnak a magyar szabadságért, Veselényféle összeesküvésben Zényi Péter és többiek kivégzik. Vagy mikor Lipót a német lovagrendnek elajándékozza, vagy zálogba adja az Alföldet, ez is nem egy magyar királyhoz éltó. Vagy amikor Mária Terézia idejében leágyúzzák azt a falut, amiben összeülnek azok a fegyvertelen székelyek, akik tiltakoznak, hogy most ők besorolni akarják őket a osztrák hadseregbe, és megfosztják a kiváltságaiktól, amit azért kaptak, hogy a határt őrizzék. Hát az ellenséggel sem csinálja meg, és elítélik ma is, hogyha valaki a civil lakosságot öli, mint ellenséget. De itt még fegyveres sem volt, mert ez egy békés közgyűlés volt. És Madéfalvát körülveszik, és a Siskovics ágyúival tönkre lövik. Asszonyuk a gyermekekkel nem kímélve. Ez is Habsburg. És amikor a török kiűzése után a szerbek fölkelése nem sikerül, hogy előre megígérték nekik, hogy akkor befogadják őket. A szerbek vezetőjével, a Ipeki pátriárkával kötött szerződésben Lipót kötelezi magát, hogyha elvesztenék a felkelést a törökökkel szemben, akkor ő Magyarország déli részét nekik adja. És legalább akkor együtt harcolhatunk a magyarok ellen. Ezt mondja egy magyar király, egy Habsburg magyar király. És akkor nem említettem még a aradi 13-at, és még a mellett nem tudom hány százat, akik kivégeztek. Igen, bocsánat, befejezem. Ez a, hogy nincs magyar, három magyar, ez azt mutatja, hogy magyarnak tartotta magát ebben az országban a jogainak a biztosításával az is, aki nem tudott magyarul. Ez is a magyar lelki arca. És nemhogy igen hallottam
egy csodálatos, rövid híradás volt, egy magyarországi egyesület, most már nem tudom a nevét sem, buta vagyok nagyon. Meglátogatta a II. Világháborúban Ukrajnába elesett magyar hősöknek a sírjait. És az ottani ukránok örömmel fogadták a sírokat látogató hozzátartozókat és utódokat. Pontosan az ellenkezőjét hirdették a világban, Amerikától, Franciaországig és Németországtól, Olaszországig. Az igazság itt van. Ez a vicc nagyon jó. Köszönöm szépen.